A TSC első csapata a harmadik helyet érte el a szerb liga vajdasági csoportjában, így esélyes, hogy a következő szezonban az első ligában folytatja a játékot. Az erre való felkészüléshez új szakemberekre van szükség. Ismerve klubunk céljait, tehát hogy magasabb osztályban játszon a csapat, ahhoz úgy gondolom, hogy kevesen voltunk, tehát azért a magasabb osztály, gondolok a felnőtt csapatra, és ez mellett persze a fiatalokat is szeretnénk magasabb osztályokba juttatni. Ide sokkal több emberre van szükség, és ami nagyon fontos, hogy olyan emberekre, akiknek már van sokkal nagyobb tapasztalatuk, mint nekünk. Lesz egy hét. A felnőtt csapat felerősítéséhez új tapasztalt játékosok igazolását tervezik, mondta az új sportigazgató Szabó Zoltán. A céljaim, terveim az, hogy egy olyan felnőtt csapatot alakítsunk, aki első ligában fog játszani. Mi már azt tervezzük, remélem, hogy ez mind megvalósul. Egy olyan stabil csapatot, akinek a zöme, hogyha már nem az első idényben, de második idényben mindenféleképpen megtámadja a szuperligát. Szóval olyan játékosokat hozunk, akik ide nem csak egy évre, hanem több évre is eljönnek, és olyan játékosok, akikre lehet építeni. A TSC fejlesztése összefügg a magyar kormány által támogatott Topolyai Foci Akadémia felépítésével, amelynek egy regionális utánpótlás nevelés a célja, emelte ki Zsemberi János, a TSC főtámogatója. Ez a Topolyai Foci Klub, ez egy regionális foci klubbá fogja kinőni magát, és valójában csak földrajzilag helyezkedik el Topolyán, de az összes környékbeli, elsősorban Bácska-Teletén, illetve itt Nyugat-Bánátban található településeket is be akarjuk kapcsolni a munkákba, alközpontok formájába. Gyerekeket akarunk onnan hozni, gyereket akarunk nevelni a számukra is, és hát, mint már mondtam, nem csak a Topolyán nevelendő 150-200 gyerekről lesz a jövőbe szó, hanem mindegy 1500 gyerekkel fogunk foglalkozni. A Topolyai Foci Akadémia terveztetés fázisában van, a tervek szerint jövő ilyenkorra már működni fog.